5 év szünet után tért vissza a legmagasabb osztályba a nyíregyházi együttes, így nem lehetett más céljuk a Tápáknak, mint a biztos bennmaradás kiharcolása. A kezdés nem sikerült túl jól, az első győzelemre a 7. fordulóig kellett várni. Aztán viszont következett egy győzelmi széria, amelynek köszönhetően a szezon felénél a legjobb 8 között volt a csapat, ami azt jelentette, hogy fennállása során először bejutott a Magyar Kupa döntőjébe. Az alapszakasz hajrájában felcsillant a középházba jutás lehetősége is, végül azonban az alsóházi rájátszásban 2 fordulóval a zárás előtt biztosították be a bennmaradás Busz Ivánék. Az első 0-6-os kezdés után egyébként szép 5 győzelmes szériával visszajöttünk úgymond a bajnokságba, akkor nagyon sokan inkább rajtunk kívülállók, de merészebb álmokat is elkezdett dédegetni, hogy itt 8 középkerülés lesz, és középház és társai. Mi próbáltunk a földön maradni, és végül felemás érzés azzal kapcsolatban, hogy tényleg 2 elég szoros meccset veszítettünk el a végén, az Ete és az Oroszlán jelen még az alapszakasz végén, ami hogyha másképp alakul, akkor még most játszanánk a középszakaszba, esetleg a 8-ba kerülésért is harcba, de tényleg összességében nem lehet rosszá íze visszagondolni a szezonra, mert tényleg egyetlen kimondott cél volt az a bennmaradás, ami sikerült, az, hogy emellé még egy kupa részvétel is társult, az úgy gondolom, hogy abszolút nagy siker. Mint ahogyan az várható volt, az 5 légiós mellett a korábbinál kevesebb szerep jutott a magyar játékosoknak. A 23 mérkőzésen pályára lépő kapitány szerint tisztában voltak a helyzettel, a nekik jutó időben igyekeztek minél többet hozzátenni a csapat játékához. Nagyon jó srácokból állt a csapat, a magyar magunk azért emiatt is, részben emiatt is gondolom, hogy feljutottunk tavaly, mert mentálisan is nagyon erősek voltunk, és jó karakterekből állt ez a csapat, úgyhogy mindenki tudta, hogy miről fog szólni. Tehát, hogy aki igazából lényegében kiharcolta a feljutást, és kulcsember volt ennek a csapatnak, annak jelentősen kevesebb szerepe lesz az idei szezonban. Nem volt ezzel baj, kellett azért tényleg idő, még egyszer mondom, hogy felvegyük a ritmust, mert ég és föld a piros csoport, illetve az NB1-je, de én úgy gondolom, hogy sikerült a végére, voltak kifejezetten jó teljesítmények a magyaroktól is, a fiatalokat meg sem ítem, mert ők egész évben jó szintet hoztak, de Brunónak úgy gondolom, hogy például a végén Zalaegerszegén így kulcsfontosságú győzelemnek az egyik, hanem a legfontosabb figurája volt idegenben, úgyhogy voltak jó teljesítmények, öltözőbe légiósokkal néha úgy össze kellett egyeztetni a magyar magot, de ezzel sem volt gond, mert ők is jó srácok voltak, de próbáltam mindent megtenni a pályán kívül is, és úgy gondolom, hogy jól sikerült. A Cápáktól a légiósok már hazautaztak, a magyar játékosok a hétvégéig edzésben maradnak. A pályán kívül az irodában is zajlik a munka, a vezetők már dolgoznak a következő szezon keretének kialakításán.